2017-ben jobban megéri dolgozni, jelentette ki Cseresnyés Péter államtitkár. Az adócsökkentések, valamint a minimálbér és a garantált bér minimum emelésének hatására a bérek 8-9%-os emelkedésére lehet számítani a következő időszakban. Az elmúlt években elért eredményeknek köszönhetően Magyarország folyamatosan erősödik. Ez pedig több területre is kiterjed, mint a gazdaság, a foglalkoztatás, valamint a bérek, amelyek szintén növekednek. Ez azt jelenti, hogy 2017-ben, hogyha bérpolitikáról és foglalkoztatásról beszélek, mondhatjuk azt, hogy jobban megéri dolgozni. Jobban megéri dolgozni azért, mert várhatóan jelentős mértékben fognak emelkedni a továbbiakban is a bérek. Az a közel 4 éve tartó folyamat, amelyik 2013 év elején indult el, amelyiknek a legjobb jellemzése az, hogy a reálbérek folyamatosan emelkedtek ebben az időszakban, folytatódik 2017-ben. 2010 óta körülbelül 700 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma hazánkba, ez mintegy 480 ezer embert jelent a versenyszférában. Emellett pedig fontos még kiemelni a novemberben megkötött bérmegállapodást, ami azt eredményezi, hogy idén több pénz marad a munkavállalók zsebébe, mint a tavalyi esztendőben. És ki kell emelni ebben a folyamatban azt a nagyon jelentős megállapodást, amit 2016. novemberében kötött a kormányzat a munkavállalók és a munkaadóknak a képviselői. Ez pedig a garantált bérminimum, a szakmunkás bérminimum meghatározott emelkedése és a minimálbér meghatározott emelkedése. Ennek következtében a garantált bérminimum 25%-kal emelkedik, így ebben az évben nettó 250 ezer forinttal több marad a munkavállalóknál. A minimálbér 15%-os emelése pedig évi nettó 140 ezer forintos többletet jelent majd.